most egy ilyen kéván más újságíró vagyok a Covid-tól, és egyenképpen meg tudom vele elmondani a beszélgetést, meg kellene a részterületünk tartozom, meg az a legegyszerű. Bordós Gábor vagyok. Simon Gergely. Igen, ez a Westinghouse Kft-nek egy ilyen CSR kezdeményezése. Hogy ti most látjátok először, hogy a filmet is belemenjünk. Én nehéz megszólalni különben, én azon gondolkodtam például, hogy azt vettem észre az elmúlt 5-6 évben, hogy én gyűjtöm olyan a különböző anyagot, hogy hetente egyre több gyűlik össze. Hogy ez jellemző különben, ez egy tendencia, vagy csak Magyarország ragadt meg ezen a szinten, hogy különböző többet termel. Hát Magyarország többet termel, nem tudom én, de hogy gyűjtöm, szóval nem látom a megoldását, az a skóniót kapható közében. Azért kis változás van, tehát azért ugye elfogadták azt a jogszabályt, ami nagyon jelentősen megadóztatta a műanyagzacskókat, és ennek azért lett egy olyan következménye, hogy most már nagyon sok boltban nincs ilyen műanyag zacskó, hanem csak pénzért van, és az is, hát ilyen leborulom már kihívott műanyagzacskó, amiről majd beszélgethetünk, hogy az mennyire jó vagy nem jó, de azért látszik a műanyagzacskók tekintetében előrelépés, de mondjuk műanyag palackok és egyéb műanyag dolgok esetében kicsinált, említették, hogy betiltottak pár ilyen egyszer használatos műanyagot, mint a műanyag szívószálakat tevő eszközöket, stb. Ott van ezért egy kis előrelépés. Valószínűleg azért tonnában félben nem láttunk olyan nagy változást. Ez habos polisztirolt, ugye betiltották és eljárt a sima polisztirolt éppen boltokat adnak, de ennek is van előnye, mert kevésbé töredezik szét és kevésbé gyűlt ki. Nagyon kis apró jó lépések történtek, de nyilván az, amiről mindenki szeretné ebben a területen, hogy érdemi vissza lépés legyen a műanyag termelés dolgnak, azért egyelőre nincs nyoma, de azért kis jó irányok vannak. Két dolgot tennék hozzá. Az egyik az, hogy mennyi gyűjtjük össze otthon a szelektív hulladékot, az rajtunk is múlik. De tény, hogy még hogyha tudatos ember, akkor sem reális az, hogy teljesen, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem reális az, hogy teljesen félretegyük, mert akkor az egész életünket csak a köré kell szervezni. Illetve még amit Gergő mondott, ahhoz azt tenném az, hogy mik a helyettesítő termékek az egyszer használatos műanyagok helyett, hogy egy papír. De hát, hogyha egy papírpohár nem ázik át, egy papírtálca a rántott hús alatt nem zsírosodik át, akkor az biztos, hogy csak papír. Nem, tehát ezek valószínűleg impregnálva vannak, méghozzá könnyen lehet olyan per- és polifluorozott szerves vegyületekkel, amikről nem tudom, hogy most beszéljünk, mert nincs annyi időnk a mert itt ugye beszéltek a makrobikról és a nanobiajokról is a filmben, hogy egy pár ilyen fogalmat lehetne eljárakni, hogy mit jelent. Igen, szívesen, bár egyébként szerintem elég jól bemutatta a film, igaz, hogy ilyen pontos definíciókat, határvonalakat nem húztak. Mikroműanyagnak az 5 mm-nél kisebb részecskéket nevezünk, de erre nincs jogszabály jelenleg. Viszont így a tudományos közösségben ez egy elég jól elfogadott méretkategória. Hogy az alatt mi van, tehát hogy az egy mikrométer az a szem fölvetült a filmben, tehát hogy egy mikrométerig tekintjük mikroműanyagoknak, és egy mikrométer alatt meg nanoműanyagoknak, és hol a határ, hol a váltás, ezt így nehéz elkülöníteni. Biztos, hogy a jövőben a nagyobb figyelmet a pár 10 mikrométeres, vagy egy mikrométer, vagy az alatti részecskék váltják majd ki, hiszen vélhetően jelenleg úgy látszik, hogy ezeknek nagyobb az életanyi hatása. Igen, akkor mondani, hogy tudományosan igen, de akarat még mindig nincsen, tehát azt nem láttuk, hogy ilyen előrelépés lenne. Egyébként pont most napokban ült össze egy ilyen COP, ugye a klímaváltozás kapcsán ismerjük egy ilyen hasonló, ilyen nagy nemzetközi NCC alatti ilyen egyezmény arról, hogy legyen végre a műanyagokra is egy ilyen globális egyezmény, ahol az ördek ugye azt követelik, hogy legyen végre kötelező egyezmény, legyenek benne életciklus szintű tilalmak, mert különben azt látjuk, hogy folyamatosan ilyen önkéntes vállalásokat tesznek a cégek. Egyébként érdekes nézni, hogy azért nagyon régóta beszélnek a cégek arról, hogy hú, majd ők az újrahasznosítással mindent megoldanak, és igazából ha belegondolunk ezt a buzzwordot, hogy újrahasznosítás,
céges oldalon igazából már legalább egy 30 éve halljuk, csak azt látjuk, hogy igazából nem történik meg. Tehát ugye eddig legyártott mennyiak, akinek a fizetés sikerült újra hasznosítani, tehát érdemi előrelépés nincsen, csak nagyon sokat beszélnek arról, hogy majd a technológiát megoldja. Ugye régen a klímaváltozással kapcsolatban is ilyen mondatok voltak, és később jöttek Európa is mégiscsak valamilyen megelőzésnek, kibocsátás csökkentésére. És a műanyagok tekintetéről én azt látom, hogy egyelőre ez csak a civil oldal vágyában, hogy valódi csökkenés legyen, és ők meg tovább is jönnek le technológiai megoldásoknál tart az ilyen a politikai döntéshozatal, meg a céges világ. Mit lehetne tulajdonképpen tenni azon kívül, hogy mint a már kozmikus atkomágnes, a digitális világokat lehúzza, és nehogy veszed gombot, hogy lehet, ki lehet váltani, hogy egy szárból van az asztal, de rajta már ugye a ügyekben, amelyek van a víz, csak az üveg pohárban. Hogy itt a megoldás, vagy csak ilyen disztópikus, műanyaggyártás gyakorlatilag tényleg ilyen folyamatosan, iszonyatos mértékben növekszik, tehát ennek kéne valamilyen szinten megállt parancsolni, és azért az emberiség azért pár évezetig viszonylag el volt műanyaggyártás, és nyilván nem mondja senki, hogy most ne legyen semmilyen több műanyag, de az, hogy minden rendszer használatos csomagolásban van pillanatok alatt, azért az nem egy követelménye a mai világunknak, vagy csak mondjam, a mai életformának. És tényleg egy végtelen sok példát lehet hozni arra, pont, hogy szeretem ezt a példát elmondani, bocsánat, hogy bedobom. Volt egy ilyen kis csendes óceáni sziget, ahol az egyetlen ilyen víz és üdítő gyár, az pont a Coca-Cola volt, mint általában mindenhol, és volt egy darab mosója és üvegbe adta évtizedek óta a üdítőt meg a vizet is, majd egy nap rájöttek, hogy egyszerűbb átérjük a PET-palackot, és akkor nem kell bajlódniuk a mosással, hogy akkor rá lehet állítani az emberekre, a társadalomra az egész problémát, és egy pillanat alatt az addigi tiszta partjai egy másodperc alatt előttek áraszt a szeméttel, és ez végül is egy vállalati döntés volt. És ezt látjuk, hogy nyilván a vállalatok maguktól azt fogják csinálni, amilyen kik a legolcsóbb, nyilván a politikai döntéshozókon múlik, ezért reménykedünk, hogy ez a mostani egyezményes dolog el fog jutni, meg ezért szeretnénk azt, hogy európai meghozai szabályozási egy kicsit előre mozduljon a tilalmakkal, megelőző intézkedésekkel, kötelező kvótákkal és kötelező újraköltési kvótákkal, és nem pedig ilyen önkéntes javaslatokkal. Én a megállra reflektálnék egy picit. Tehát a filmben elhangzott, hogy Németországban 4%-kal nőtt a háztartási hulladékmennyisége a Covid járvány alatt. De a Covid járvány a műanyaggyártásnak egy megáll volt, tehát egy pillanatra, egy-két évre, de egy picit, hogyha nem is visszaesett, de stagnált az éves globális műanyagtermelés. Hát azért láthatjuk, hogy a gazdaság, most nem tudom, nem vagyok gazdasági szakember, ezért nem merem azt mondani, hogy a gazdaság a motorja a műanyaggyártásnak, vagy a műanyaggyártás a motorja a gazdaságnak, de hogy az, amit államon érzünk, vagy sugallnak felünk, hogy a gazdaságnak működnie kell, ahhoz, hogy mindenkinek legyen mit ennie, ahhoz ugye ezeknek az iparoknak is kell működnie. És az látszik, hogy tudtok jó példát mondani, legalább, hogy tudom, hogy előtetett optimizmus az egyik előremutató dolog, de hogy van jó példa azon kívül, hogy az Zero Waste mozgalom valóban megragadja azokat az érzékeny embereket, akik megpróbálnak műanyag nélkül én legyenságtal és a hulladékkal, tehát ilyen ipari résztvevőt megszerepítettek. Igazából inkább kormányzatoldalakról látok jó lépéseket, ahogy a műanyag személy tilalmat először megtiltott a Kína, aztán most aztán Tájföld, Malajzia, tehát egymás után látszik, hogy próbálnak a személyt import ellen fölépni, látszik, hogy a jó szabályalkotók szép lassan azért eljutnak odáig, hogy valódi tilalmakra van szükség, tehát nem új hasznosítási kvótákat vezet meg mindenki az évvilágon nem hagy végre, hanem konkrétan elkezdenek tilalmakat, még ha olyan alakul, hogy miből lesz a legtöbb személyt, nem pedig azt, hogy miből használunk a legtöbbet, hogy próbálnak, mit tudom én, egyre több országban, ilyen visszaváltási díjakban gondolkodni, hogy a Magyarországon is van kérdezve, hogy itt a csomagolása 2023-24 hátra, tehát lehet vetélni az ilyen petfalatokra, egyébekre, tehát azért ez nyilván nem a megelőzés segíti, hanem az újrahasznosítás, de mégiscsak ugye, hogyha az emberekre bízzuk, meg a cégekre, akkor mi történik, most elvileg
rá van írva az összes palackra, amit az az ember, hogy 100%-ig újra hasznosítható anyagba készül, mindenkinek házhoz jön az szeretnék gyűjtés. Még az embereknek, hogyha megkérdezünk, 80-90%-ig azt állítja magáról, hogy ő szeretnével gyűjt, és mégiscsak az ilyen műanyag palackoknak, meg alumínium dobozoknak csak a harmadik jut el a szeretnék gyűjtőbe. Tehát az emberek csak úgy időként gyűjtenek szeretnével, hogy nincsenek rákényszerítve. És ezért én azt gondolom, hogy a jó példák azok mind arról szólnak, amikor valamilyen pénzügyi eszközzel, vagy pedig valamilyen tilalommal egyszer rákényszerítjük a cégeket és az embereket, hogy változtassanak. Maguktól nagyon ritkán, vagy nagyon fejlett társadalomban változtatnak csak az emberek. Igen, tehát nem csak a cégeket kellene szerintem rákényszeríteni, hanem tényleg az embereket is. Mindaddig, amíg a fejükben nem történik változás, mindaddig, amíg minden évben új telefont akarunk, új ruhát akarunk, mindig akarunk friss üde zöldségeket fogyasztani december közepén is. Bár nem biztos, hogy látjuk, mert mondjuk a paradicsomot megveszik a zöldségesnél, csomagolás nélkül, mert nagyon tudatosak vagyunk és betesszük a kis fonatkosabunkba, de azért azt valószínűleg egy fóliasátorban nevelték. Biztos, hogy még a paradicsom mag életútján a paradicsom termésig egyre sok helyen használnak műanyagot, amiben hétköznapiként bele se gondolom sok esetben. Azt lehet tudni, vagy van rá tudományos adat, hogy amit a kivezőben mutatják, hogy ott igazából a használókon kívül háztartási hulladék volt, vagy nem tudom, a elkezdő maszk még esetleg nem háztartási, de hogy ami kiút a környezetbe is megtalálható, annak mennyi része, ami valóban a fogyasztótól jött, és mennyi része már a végfogyasztó oldalról, és mennyi lehet az, ami az ipar által előállított fogjártól kezdve mindenféléig. Most az, hogy egy adott mondjuk mikroműanyag részecske, hogyha itt a saját kutatási területünkről szeretnék beszélni egy kicsit, hogy az honnan származik most az ipartól vagy fogyasztótól, azt így nem lehet megmondani. Anyagtípusokat tudunk megkülönböztetni, tehát tudjuk azt mondani, hogy ez a részecske, ez polietilén, ez meg polipropilén, és akkor arra tudunk következtetni, hogy igen, például nem véletlenül emeltem ki ezt a kettőt, mert ezek a legnagyobb mennyiségben talált mikroműanyag részecskék is, de ezek a legnagyobb mennyiségben gyártott és felhasznált polimer típusok. És ezek általában csomagoló anyagok. Most az, hogy ez pont egy göngyölegnek a csomagolása, ami a nagy kertből került ki, vagy a háztartásból, azt nem tudjuk. Azért láttam nagyon statisztikákat, most nem fogom tudni fölmondani a számokat, de viszonylag nagy arányban vannak nyilván a halászatból, tengerhajózásból származó műanyagok. Pont az ilyen gőnyülegekből viszonylag kevés van, mert abból, ami a gyárakban, a cégeknél, boltokban felelkezik, arra általában meg tudják oldani a gyűjtést, és nagyon nagy arányban van nyilván a háztartási hulladék. Illetve nyilván mikroműanyag még rengeteg jut ki, például mondjuk a szennyvízszap révén, tehát a szennyvízszapból rengeteg, ugye abban rengeteg mikroműanyag kerül, de a kozmetikumok mosás, műszakas ruhamosás révén. És ha már itt megölöm az alkalmat, hogy itt annyit válogattak szemedet, hogy pont tegnap vagy ma jött ki a globális Greenpeace report, amit nem csak a Greenpeace csinált, hanem más szövetszervezetekkel együtt világszerte, az úgynevezett márka vizsgálat, brand audit, amikor azt csinálják, hogy az összeszedett szemetet megnézik, és ahol be tudnak azonosítani márkákat, akkor azt terülják és rangsorolják. És gyakorlatilag az elmúlt 8-10 évben nagyon sok ilyen vizsgálat, márka vizsgálat volt. Magyarországon is tartottunk egy-kettőt. Egyébként korábban a Petkupán, amikor még részt vettünk a Greenpeace, amikor a Coca-Cola szponzorálódott a kevésbé, hogy nem szponzorálja, hanem együttműködik velük. Illetve a Szentterészéget alján is, és a világszerte és Magyarországon is egyébként ugyanaz jött ki, hogy mindig a Coca-Cola a leggyakrabb szennyező, 80-valány országban volt 8 éven át ez a felmérés, és messze a legtöbb szemét egész világon, de teljesen mindegy, hogy hol nézzük, hogy a mexikói partoknál, a Csendes óceánban valahol, a afrikai partoknál felső, hiszen mindig a Coca-Cola az első, akkor a Szentendrészigeten nézzük, akkor tudjuk, hogy a fel a szemétnek Coca-Cola termék volt. Második a Pepsi egész cégcsoport, harmadik a Nestlé, negyedik az Unilever, most tovább nem mondom a listát, de globálisan egyébként ugyanaz a pár cég felel a személyek nagy részéért, és egyébként meg a top 10-ben nyilván a Philip Morris is hozom a szigicsikek révén. És egyébként csak, hogy milyen régi sok szemetet lehet találni, amikor másfél éve volt a Szentterészigeten ez a személygyűjtés,
akkor azt hiszem a harmadik vagy negyedik helyen, egyébként a másodikben a Szentkirályi futottan állunk, de feltűnt a Margit-szigeti Kristályvíz, amit ugye már jó pár évvel tudom, hanem 10 éve nem forgalmaznak, és szintén azt hiszem 15 éve nem forgalmazott Bunakba, Palaszkóval, akik érintetlenül tömegével a Szentkirályi sziget alján. Tehát ha nem is mindig tudjuk, hogy melyik iparákról származik, azt hiszem nagy része, az, hogy melyik cégekről származik, az lehet egyébként, hogy most szinte bármilyen a zöld oldalra, vagy a nemzetközi Greenpeace oldalra fölmegy bárki, akkor látja ezt a nagy összesítést, most ezekről a nálkodis feladatokról. Ilyenekkel nem lehet beolvasni ezeket a nagy cégeket, mint a nagy kibocsátókat is, ugye, ami a széndioxid kvótákkal biztos, hogy kibújnak meg. Ugye ez a kvótavásárlás működött a kibocsátóknál is, de hogy ilyenfajta társadalmi aktivitásokkal a Greenpeace-nek nincs, hogy ilyen nem megtámadni az ilyen nagy cégek. Folyamatosan van velük kommunikáció, és hogy megnézi az ember, akkor a nagy cégek folyamatosan viszonylag nagy ígéreteket tesznek, hogy hogy fogják majd növelni az újrahasznosítás arányát, hogy csökkentik a műanyag mennyiséget, hogy egyenlékonyabb palackokat csinálnak, csak az egyenlékonyabb palackoknak van egy ilyen hátrányodők, akkor nem is lehet már jobban újrahasznosítani rendesen, ami a vékonyabb, mint a polimer réteg bennük, illetve folyamatosan egyre nagyobb ilyen újrahasznosítási kvótákat jelentenek, amit ha nem teljesítenek, akkor a következő pár évben még nagyobbat és még ambíciózusokat belőnek, tehát látjuk, hogy ígéretben nincs semmi. És mindig azt mondják, hogy milyen jól működik az újrahasznosítás, akkor az azt jelenti, hogy egyre kevesebb műanyagot kéne gyártani. Tehát akkor azt mondjuk, hogy már Magyarországon ugye a bejövő kolaj több mint 10%-ában ugye a polimetrét és polipropilén gyárt, tehát azt látjuk, hogy egyre nő a műanyaggyártás, és nem működik az, amiről olyan sok éve beszélnek a cégek. Én nem akarok most itt senki mellett kardoskodni, vagy senki fölött pászettől, de azért azt látni kell, hogy az egy dolog, hogy valakit gyártanak, mert úgy értékesítenek valamit, amire kérdés, hogy kinek mennyire van szüksége, de ez egy több oldalú történet, tehát itt a fogyasztók is masszívan benne vannak ebben, illetve nyilván azok a szervezetek, legyen ez állami vagy piaci, akik a hulladékot kezelik, vagy nem kezelik, tehát ez nagyon kérdéses, és most ugye sok esetben makroműanyagról beszélünk, mikroműanyagról beszélünk, tehát van ami jól gyűjthető lenne, tényleg egy PET palack, vagy valamiféle ilyen élelmiszer, tisztább élelmiszer csomagolási hulladék, de gondoljunk bele sokszor, hogy egy picit megint csak a saját témámon hajtsam a vizet, hogyha otthon mondjuk egy félig elszakadt szivacsot kidobunk, vagy egy kis púrhabot levágunk, mert éppen egy új autót állítottunk be, vagy leszakad a hungarocell a házsal, kb. És kidobjuk a szemetesbe, az hova kerül? Mi lesz vele? De ennek vannak már egyáltalán elképzelés, hogy ez is úgy lehet hasznosítani, hogy ez újra hasznosíthatatlan a technológia jelenleg is. Erről most nem tudok egyértelműen, nem szeretnék egyértelműen válaszolni. Biztos van ebből olyan, ami újrahasznosítható, biztos van, ami nem. A polisztiról számomra például rejtély, hogy miért nem hajlandóak egy hűtőgép polisztiról tiszta csomagolási hulladékát visszavenni, miközben jártam olyan gyárban, ahol nagy mennyiségben használnak föl érzékeny alkatrészek szállítására polisztirolt, és ők nem a saját ellenségeikhez, szépen összeolvasztják és utána újra használják. Nem tudom, miért nem működhet ez egy kommunális rendszerben. Bocsánat, csak kérdezem, hogy az sincs benne az iparági gondolkodás, hogy végülis egy véges a forrásból készülő szolgálat, a szénhidrogének készletek azok nem végtelenek, hogy amiből látják föl gáz, kőolaj, stb. Az egy idő után nem lesz, hogy ez még annyira távoli dolog, hogy szerintem nincs, aki megszervezze nagyon sok esetben az újrahasznosítást, tehát hogy akkor is ott van újrahasznosítás, ahol valaki megszervezi. Nyilván a nagy cég, mondjuk a kasszuper nagy látszókból a gömbölyöket érdemes visszagyűjteni, hiszen tiszta fólia, tiszta papír, borzasztó egyszerű újrahasznosítani. Én azt gondolom, hogy szinte mindent újra lehet hasznosítani, hogy akarná, csak nyilván a kis púrhabb darabokat senki nem fogja kiválogatni. Mert ugye, mint Edo Budapesten a szeretnék kukába, annak kb. Az 50%-át hasznosítják újra, de ez olyan alacsonyra rá, hogy a csomagolási hulladékot, amiből ennek 30%-os hasznosítást kéne országosan, az országos arány most, és ugye sok persze kéne fölvédni, kb. 10%-a jön a közszolgáltatásokból. Iszonyatosan rossz arány van a lakossági hasznosításban, és jobb, tehát mondjuk elkezdődött a távolosítási rendszer, most éppen ugye a MOL-nak szervezik ki,
nem tudjuk, hogy azt fogja javítani, sokan szkeptikusak benne, de hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de amikor ezek az egyre rosszabb, míg a cégeknél, most hogy érni fogom is érni a cégeknél sokkal jobban mennek ezt. Tehát ha rábízunk a piacra, sokkal jobban működik, mint hogy államnak próbáljuk szervezgetni. Én csak befejeztem az előző gondolatomat, hogy ugye, mi az, amit kidobunk a szemetesből, és nem biztos, hogy minden újra hasznosítható, de mi lesz az a cigarettacsikeknél is ez a probléma, hogy a, csak azért, mert fölvetődött egyszer kitolunk. Igen. A TerraCycle-ben, igen. De én most nem arra gondolok, hogy hogy lehet újrahasznosítani, hanem egyszerűen még mielőtt újrahasznosításon gondolkoznak, hogy a fejekben, hogy hogy lehet rendetni. Tehát egyszerűen nem gondolnak bele az emberek abban, hogy mi történik, hogyha eldobom. Az autóból az utcára simán gond nélkül kidobja az ember. Nagyon kíváncsi lennék, hogy otthon a saját kertjében is ezt csinálja, nem? Tehát szerintem ott mindenki összetakarít szépen, beteszi a kukába, kitolja az utcára, és akkor onnantól kezdve jó. Nem tudom, mennyi idő valaki, mert nem látok senkit ki megoldani, hogy másik kérdés, aztán még visszatérhetünk ezekre, de hogy nem régebben raktam egy ilyen friss hírt a kutatás volt arról, hogy csak a kékbánák naponta 40 kilométer, majdnem 50 kiló mikroműanyagot nyelnek be, ami már nem kupakot vagy palackot tolnak a saját tukukon, hanem a grillekben, meg a planktonokban lévő mikroműanyag. Ugye elő van fogalma, hogy mennyi idő alatt aprózódik mikroműanyag, makroműanyag, vagy ennek ez is csak ilyen empíriá alapon találgatnak a kutatók. Találgatásnak nem szeretném nevezni senkinek az eredményeit, de bármilyen számot hallunk, azt azért fenntartással kezeljük. Hallatszódtak el különböző számok a médiában az elmúlt években, 5 gram műanyagot eszünk meg egy nap. Tehát én olvastam az emögött álló tanulmányokat, azért a bizonytalanság még nagyon nagy. Ahhoz minden esetre hozzásegít minket talán ez a kommunikáció, hogy ha már a klímáról beszéltünk, hogy legalább mikroműanyag tagadók ne legyenek. Hát igen, az biztos, hogy egyébként most már ugye emberi székletből mindegyikben kimutatták a mikroműanyagból, placentával, vérrel, tehát most látszik, hogy mindenhol ott van, és ezért egyre több jel van arra, hogy kellene nagyon sok oxidat is tesz, ami elhangzott, hogy abszolút létező probléma, és tudjuk, hogy az oxidat is tesz, hogy mégiscsak egy ilyen karcinogenitási faktorként szokott megjelenni, hogy nagyon sok legyőzőfokot az oxidat is tesz miatt próbálunk barátozni, hogy felépni ellene. Illetve hát nyilván azt is tudjuk, hogy nagyon sok műanyagot alék, amit használunk be, a bizonyított a legészségkáros, különösen a régebbiek. Tehát az biztos, hogy semmiképp nem jó, hogy belépjük, de az, hogy mennyi, például az, hogy a levegővel mennyi belép, hogy külön ott ebben a lehetérő számok vannak, nem igazán lehet igazságot tenni. Mi ugye pont a Gáborékkal vértünk csak vizet, és akkor megláttuk, hogy aztán a haltalak volt, hogy mennyi a körmétertbe. Tehát ez az a Budapesti csak viszonylag nem felalkott, így műanyag számítából van benne, de valószínűleg egy kagylóvacsával ennek sokszor, nagyon sokszor sem viszünk be. Igen, nem tudom, hogy szabad a csapon mondani egy picit. Már fölmerült, hogy milyen hulladéktípusokat láttunk a filmben, és a Gergő említette a halászati eszközökből származó hulladékot, és tényleg viszonylag sok hálót láttunk, ugye, hogy abban belevelben vannak a műanyag hulladékok, viszont... Gyorsan befejezem. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy egyre inkább azt mondja mindenki, hogy a tengeri műanyag hulladéknak a forrásai azok a szárazföldről, a folyókon keresztül jönnek. És talán nem véletlen, ahogy a filmben is ezt követtük végig, hogy próbálja azt kideríteni, hogy egy folyóba bekerülő hulladék eljuthat a tengerekbe. És csak még egy apró gondolat, hogy a tengerek egy ilyen felhalmozódási zónája a műanyag hulladékoknak, ahogy láttuk, bizonyos helyeken még jobban felhalmozódhat. De Gergő elsütötte azt a szót, hogy szennyvízi szag, és az annyira nincs benne a hétköznapi tudatban. Egy szennyvíztisztító telepen tényleg nagyon sok mikroműanyag megfordul, nagyon sokat tisztítanak, és úgymond, ami bekerül a szennyvízszabba, amit bizony az agráriumban felhasználhatnak. Tehát a másik ilyen gyűjtőhely a talaj, és nem szeretnénk szerintem a talajinkat ezzel terhelni. Akkor nagyon szépen köszönjük a
hallgatóságnak, hogy hallgatott. és igen, előre tartod a mikrofon is, akkor mentes világért, vagy ez nem tudom.